Vagy most ilyenkor mit kell mondani, amikor az ember még nem tette le az esküt, és nem ült be a parlamentbe? Most mi a te státuszod? Szerintem most már lehet azt mondani, hogy országgyűlési képviselő, ugye a választási eredmény az most már jogerős, szóval ez alapján is, illetve én múlt héten voltam a hegyvidéki önkormányzatnál találkozni a helyi választási bizottsággal, és ők átadták az én megbízó levelemet. Az tehát mi? A megbízó levél? Ez egy nagyon szép kék csomagolású ilyen bekötött történet, amit majd le kell adnunk a parlamentben, és az alapján fogjuk megkapni gondolom az igazolványunkat, meg minden egyebet. Ezek nyilván most a formaiságok. Az eskütétel valóban még hátra van, és az eskütétel ugye azért mégiscsak a legszimbolikusabb. Az eskütétel a jogi státusznak is a 0 kilométerre? Szerintem a választás eredmény szempontjából abból nem. Abból a szempontból, hogy én képviselő vagyok-e, jogkörök tekintetében, stb. A nyugdíjadban majd hogyan számolják például? Az is egy nagyon fontos kérdés. Egyszer eljön, hidd el. Ezt nem tudom, és reméljük, hogy eljön, bár nekem vannak kétségeim a nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatban. De most az életkorban gondolkodtam. Tehát addig nem számít bele, amíg nem teszed le az esküt? Szerintem addig nem, de őszintén nem néztem ezt meg. Meg tudom érteni, nem a legfontosabb dolog. Fontos és fontostalan kérdéseket egyaránt felteszek, aztán az idő megrostálja őket, hogy mi marad fönn és mi nem. Azt áruld el nekem, hogy nagyon sok szó esik a szimbolikus politizálásról mostanában, de a szimbolikus politizálásról korábban is nagyon sok szó esett, és hogyha elmennénk vidékre, mint szavazatszámlálók, ez egy ilyen népies kitétel most már a részemről, nem biztos, hogy pontosan meg tudnák mondani az emberek, de én most hirtelen vidéki lettem, hogy mi is az a szimbolikus politizálás. Mondd Hajnal, mi az a szimbolikus politizálás? Én teljesen értem. Én onnan indítanám ezt a kérdést. Ez valójában szerintem nyilván a választásnak az egyik fő tanulsága, hogy a háború esetében kevésbé számított a nyugati elköteleződés, mint annak az egyértelmű súlykolása, hogy béke vagy háború. Ha azt nézzük most mondjuk a parlamenti politika kérdésében, nem biztos, hogy, sőt, szinte biztos, hogy nem mindenki érti, hogy mi a különbség a között, hogy felveszik a mandátumunkat és bojkottáljuk az alakuló ülést. Én ezt értem, és én ezt elfogadom. Mert hogy mit értesz, és mit fogadsz el? Azt, hogy ezt nem mindenki érti. És, de akkor nem dolgod elmagyarázni? Vagy ez hogyan van? Azok kevesek számára leszel majd, akik értik és elfogadják? Egyrészt de, tehát szerintem mi ezt most elég sok fórumon igyekszünk elmagyarázni, akár élő eseményeken, akár Facebookon, akár a médiában. Még így se fog eljutni mindenkihez, még így se fogja mindenki érteni a különbséget. Én azt gondolom, hogy a szimbolikus lépések azért fontosak, például az alakuló ülés bojkottja, de bármelyik szimbolikus lépés, mert alapvetően értékválasztásokról szól, és a politikai hitelesség megőrzéséről szól. És ez nem feltétlenül kell, hogy 10 millió ember értse az országban, mert én azt gondolom, hogy az ellenzéknek most, de akár ha csak a Momentum perspektívájából nézem azt, van egy nagyon fontos feladata, ez pedig a saját hitelességének a megőrzése egy nagyon súlyos választási kudarc után. És én azt gondolom, hogy ennek része néhány ilyen szimbolikus lépés. Jó, itt állj meg egy pillanatra. Nem ez lesz az, ami majd a 4 év múlva, okay, vagy akár a 2 év múlvai választásokon perdön. Időnk van, vissza tudunk még térni, de áruld el nekem, hogy az emberek szerinted, miközben olyanok, hogy emberek nincsenek, te vagy, meg én vagyok, meg Kovács néni, meg Pista bácsi. Szóval, hogy az emberek most másodpercek alatt rá fognak jönni, hogy nem egységben Magyarországért van, hanem Jobbik, DK, Momentum, és még mi egymás. Tehát ezt az emberek egyik pillanatban a másikra elfelejtik, és visszaállítják a korábbi pártrendszert, miközben a pártok arról beszélnek, hogy meg kell tartani az egységben, sőt, Donát Anna arról beszél, hogy kevesebb párt legyen, szóval ebben a kulimázban az emberek kiismerik magukat, akik minden nap hírtévét, ATV-t, BTV-t, CTV-t néznek?
Szerintem már korábban sem volt nehéz, korábban sem volt könnyű kiismerni magunkat ebben a rendszerben. Tehát, te kiismered magad? Szerintem én nyilván kiismerem magam, szerintem elég nagy mértékben, de sokan fel se tudják sorolni az összes pártot, vagy meg se tudják nevezni azt, hogy ki melyik pártnak a politikusa. Hát ez a valóság. És, meg annyi Karácsony Gergely, emlékszel, a saját édesanyja se tudta, hogy melyik pártnak az elnöke. Ezt egyébként nem láttam, de tényleg? Egyszer mindannyiunkat utalél Karácsony Gergely édesanyja. Igen. Ezt mesélte Karácsony Gergelyeknek, néha azért vannak igazán őszinte pillanatai is. A lényeg szerintem az, hogy létezik egészen biztosan olyan ellenzéki szavazó, akinek ez szinte mindegy is ez a kérdés. Ezt értem, de akkor számára tök mindegy, hogy Momentum Fradi vagy Vasas? Nagy mértékben igen, csak ne Orbán Viktor. És ez egy jelentős számú ellenzéki. De nem arról volt szó, hogy ez a politika vesztett? Tessék? Nem arról volt szó, hogy ez a politika vesztett? Hát szerintem pontosan ez a válasz, hogy ez egy jelentős számú ellenzéki szavazó, akit az ellenzék nem veszíthet el, de ez nem egy elégséges számú ellenzéki erről van szó? Szavazó. Erről van szó, de tehát ez nem jelenti azt, hogy itt egy 180 fokos fordulattal ezzel szembe kell menni, és pont ezért mondják azt a pártok, hogy mondjuk az egységet fenn kell tartani, mert ha még ezt is elveszíti az ellenzék, és még ez is széthullik, akkor tényleg semmi nem marad. Szóval szerintem nyilván most zajlik egy nagyon aktív gondolkodás minden pártban, meg a pártok között is arról, hogy hogyan tovább, meg mit kellene másképp csinálni, az biztosan egy tanulság, hogy nem elég csak ezekhez a választókhoz beszélni, de megoldása szerintem így 3 hét távlatából sincs még igazán senkinek, vagy akinek van, azt én egyelőre kevéssé tudom komolyan venni, mert én azt gondolom, hogy valójában még az elemzési munka nagy része az itt bőven még előttünk van. Igen, aztán mire befejezitek, itt lesz 2026. Azt áruld el nekem, hogy nagyon sokat beszélünk mostanában, rögtön volt másnap reggel, ez ugye 4-e, egy momentumos elnökségülésünk, hétfő délután pedig már a pártelnöki ülésre mentem én is. Mi a kettő között a különbség? Az egyik a momentumos elnökségülés, de mi a másik, ami délután volt, ez a pártelnöki ülés? Az mi? Pártelnöki ülések azok gyakorlatilag 2020 nyarán kezdődtek, és hát azt lehet mondani, hogy nagyjából havi rendszerességgel ülnek össze a pártoknak az elnökei. Ez a 6 ellenzéki pártnak az elnökét takarja, és általában a pártelnököt kíséri egy-kettő elnökségi tag, vagy stábtag, aki még velük dolgozik, és így közösen beszéljük meg az ellenzéknek az ügyeit. Nyilván vannak olyan kérdések, amik nem kell feltétlenül pártelnöki szinten beszélni róla, és egyébként... De miről sikerült 4-én délután beszélni a választás másnapján a pártelnököknek? Nyilván volt egy spontán helyzetértékelés, tehát mindenki elmondta azt, ami leginkább az ő fejében van, amit zsigerileg gondol, de egyébként abban jutottunk akkor megállapodásra, hogy állítsunk fel közösen egy olyan csapatot, ami végigmegy a választási eredmény és a választási folyamat elemzésén is, hogy legyen ebben egy közös megértés. Lehet, hogy ebben lesznek külön vélemények, meg lehet, hogy nem fogja mindenki pontosan ugyanazt a mozit nézni, de ha... Jó, de azt áruld el nekem, Hajna, hogy ez olyan lesz, mint a bajnokság, hogy lesz olyan, hogy MTK, Újpest, Fradi, Mezőkövesd, és lesz olyan, hogy nemzeti válogatott, és a nemzeti... Jó, rossz a hasonló sok szempontból, meg jó, sok szempontból talán jó, tehát, hogy egyfelől vannak a pártok, másfelől pedig pillanatok alatt egységben Magyarországért címen egyesülnek, oké, rendben, lehet, hogy majd más lesz a címük, de ez a párhuzamosság, ez fel fog maradni a következő 4 évben. Hát szerintem ez az egyik legnagyobb politikai kérdés most. Hát oké, pont ezért kérdezem. Én nem vagyok ebben biztos. Azt gondolom, hogy amíg ez a választási rendszer van, addig nem nagyon van olyan választása az ellenzéknek, hogy teljesen külön induljon. Tehát az a kérdés valójában, hogy valami egyel kevésbé szoros politikai konstrukcióban, ahol ha nem oltják ki egymást a szavazatok, vagy nem maradnak távol egyes szavazók, mert mégis mindenki szavazhat arra, aki a legszimpatikusabb,
Akkor úgy lehet-e mégis koordinálni? Én azt látom, hogy nem, mert ez a választási rendszer most már egyre inkább úgy van kiegyezve, hogy ne legyen ilyen típusú koordináció. Ugye erre egy jó példa, hogy 70 jelöltet kell állítani, egy választó, 70 választókerületben kell indulni ahhoz, hogy országos listát lehessen állítani. A másik irány az a szorosabb integráció, és az az, hogy most ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akár pártok olvadjanak egybe, vagy legyen belőlük kevesebb összességébe, de akár azt is jelentheti, hogy tartalmában, meg struktúrájában, meg működésében ezek a pártok valójában még összehangoltabban működnek, mert jelenleg mi történik? Van 6 párt, 6 különböző, hívjuk ezt erőforrás központnak, ezek eltérő méretűek, egyik sem akkora, mint a Fidesz, ezt azért ki lehet mondani, és ha összeadjuk, akkor sem leszünk akkora, mint a Fidesz, de azért egyfajta méretgazdaságosság, meg hatékonyság van ebben a történetben. És ez a kampányban operatíve, technikailag látszott, tehát én őszintén azt gondolom, hogy ez az ellenzéki kampány, ez az egyik legjobb volt, amit mi valaha csináltunk logisztikai értelemben. Már sokan azt érezték, hogy túl sokat is zaklattuk őket, meg kerestük őket. Tartalmi mélységében, meg politikai mélységében nem volt ez egy elég egységes kampány. Azt áruld el nekem, hogy Donát Anna 7 pontja közül a 7. az, hogy kevesebb pártra van szükség az ellenzéki oldalon. Most ugye egyebek közt erről beszélünk. De kik lesznek a kiesők, és milyen alapon? Hát mindenki nyilván ezt a pontot emelte ki, vagy... Nem. Lesz szó a többiről is. Nem. Jó, akkor... Ne felejtsd el, hogy nem innen indultunk, onnan indultunk, hogy pártelnöki hétfő délután. Így. Én azt gondolom, tehát, hogy egyrészt nem biztos, hogy ez kiesőket fog majd jelenteni, hanem könnyen lehet, hogy integrációt, összeolvadást, meglátjuk, hogy fog ez kinézni. Nem tudom, nem látok ebből a szempontból a jövőbe. De ez egy fontos kérdés. Van 2 választás, ami nincs olyan messze, 2024-ben az EP és az önkormányzati, és nekem nagyon érdekes volt az, amit egyébként a Tordai Bence mondott ezzel kapcsolatban, aki most 10 év után először a Párbeszéd jelezte, hogy önállóan méreztetné meg magát egy választáson. Én nem tudom, hogy ezt ők fenn fogják-e tartani, vagy ez most csak egy egyszeri bemondás megvállalás volt, de én két irányt tartok elképzelhetőnek, vagy az EP-re is már jobban széttagozódnak a pártok, és akkor látni fogjuk, hogy tisztán mik a viszonyok, és az alapján indul majd meg újra egy összetartás, vagy egy... Jó, magyarul arról beszélünk, hogy egy választási siker vagy bukás függvénye az, hogy melyik tendencia fog érvényesülni, elvileg aztán gyakorlatilag majd kiderül, hogy ez egyébként így lesz-e vagy sem. De szerintem van egy olyan szenárió is, és én ezt sem vetném el, hogy valójában néhány pár dönthet úgy akár már az EP választáson is, hogy elkezd egyfajta pólust képezni. Abba az irányba tereli a dolgot, hogy már ott legyen meg egyfajta szorosabban összehangolt, akár tartalmi politika, akár technikai gépezet, és ettől remélve jobb eredményt. Én ebből a szempontból most még nem mondanám meg, hogy melyik lesz. A Bence mondatai inkább abba az irányba mutatnak, hogy itt egy választási eredmény fogja eldönteni azt, hogy... Oké, én azt feltételezem, hogy Hajnal Miklós most első parlamentsége idején nem azt mondja, hogy ő szeretne pártilag bármibe is beolvadni. Ezt ugye jól sejtem. Ezt jól sejtett, szerintem most nem ennek van. Oké, rendben van, akkor jöjjön egy másik pont, csak hogy véletlen se gondold azt, hogy a 7. lesz itt favorizálva. Amit mond Donát Anna, az azért nagyon érdekes, mert az ő személyében ez, és az ő politikájában ez tökéletesen keveredik. A kavarodik és a keveredik, ez gyönyörű a magyar nyelv, mert a kavarodik abban van valami pejoratív, a keveredikben pedig egyáltalán nem, de még mielőtt a gyönyörű gondolatok elvinnének engem, ugye azt mondja az 5. pontban, Hajnal úr, készültem, a nyugati identitás politikát nem engedhetjük beszivárogni a magyar ellenzéki politikába. Ugye vannak olyan emberek, akik ilyenkor szokták azt, hogy jó napot kívánok. Másfelől pedig, ugye Donát Anna tevékenységében, a hétköznapokban egy sor olyan kisebbségnek a támogatása van, amely sor kisebbség nem elképzelhető ezen bizonyos nyugati identitás politika említése nélkül. Nem az életüket befolyásolja a nyugati identitás politika, de a nyugati identitás politika
az, amit ők vágynak Magyarországon, és ennek a támogatása pillanatok alatt az ötös pontnak a tökéletes cáfolatához fog vezetni. Ha érted, amit mondok, szerintem annyira nem bonyolult. Értem, amit mondasz. Ha a jó napot kívánok mögött, azt érti valaki, hogy itt ezzel a mondattal, vagy ezzel a gondolattal Donát Anna egy olyan önkritikát gyakorolt valójában, ami saját magunk munkássága, saját kommunikációnk, saját üzeneteink kritikája, és a jó napot kívánatot erre érted, hogy ezt felismertük végre, állítólag. Szerintem, tehát ebbe igen, ebbe van önkritika. Ebbe van önkritika. De ugye én nem vagyok fideszes, én nem vagyok momentumos, én Fiala János vagyok. Én egyébként ezt a világhoz való viszonyulást egyáltalán nem látom negatívnak. Vannak pozitív és negatív pillanatai, de magát a mozzanatot, magát a tendenciát, magát a viszonyulást, azt önmagában nem ítélem el. Ugye az ötös pontnak a jelentősége abban áll, hogy a magyar lakosság, nem a budapesti értelmiség, nem egy hanyag fővárosi, az egyébként mennyire reprezentatív az ország szempontjából, és hogy egyébként ez vajon mennyiben vezetett, ha vezetett a kudarchoz. Ugye ez egy nagy kérdés, mert önmagában a nyugati identitáspolitikának az átvétele nem negatív. Az, hogy az milyen mértékű annak van jelentősége, és hát ugye egy egészen más dolog hajnal, és ezt pontosan tudjuk, hogy ennek a média általi démonizálása, az pedig valójában már nem a nyugati identitáspolitikának a kritikája, hanem egy önálló identitáspolitika, egy olyan identitáspolitika, amely csak látszólag kapcsolódik a nyugati identitáspolitikához, valójában annak az izzé porrát törésével egy olyan műveletet hajt végre, amivel karaktert rombol, nem pedig nyugati identitás politikát cáfol. Én azt tudom elmondani, hogy mi a saját dilemmánk ebben, vagy mi az, ami nekünk ebben egyfajta nehézséget okoz. Ugye ezek a sorok gyakorlatilag azt jelentik, hogy például említetted, hogy van egy sor kisebbség, és szerintem tehát a Momentum nem teheti azt meg, hogy ezeknek a kisebbségeknek elengedi a kezét. Azt mondja, hogy nem foglalkozunk velük. Az, hogy ez nem érdekes. Azt nem mondhatjuk azt, hogy hát a választások azt bizonyították, hogy úgy kell ezeket a kisebbségeket állni, ahogy a Fidesz áll. Szerintem ilyet nem mondhat és nem képviselhet a Momentum. Mégis képesnek kell lennie arra, hogy ne ez határozza meg a politikai pozícionálását. Én ezt értem, Hajnal, de mi fog benneteket megmenteni attól, hogy ezt a fajta tevékenységét a Fidesz ne tudja olyan hatékonyan művelni, mint ahogy a múltban művelte? Szerintem... De önmagában az, hogy egy LMBTQ csoportot támogat a Momentum, azt fogják mondani, és most szándékosan nem azt mondtam, hogy a Fidesz, azt fogják mondani, ezek szeretik a buzikat. Pont. Én azt gondolom, hogy ettől nagyon sok minden nem ment meg minket, tehát ezt Vona Gáborról is mondták, már elnézést. De Vona Gábor jelenleg nem is egy politikai tényező. Igen, de róla 2018 előtt mondták, amikor politikai tényező volt, és szerintem ő életében egyszer nem volt a Pride-on, vagy legfeljebb a kordon túloldalán. Szóval most meg már szerencsére nem is kell kordon. Na mindegy, de hát érti, szóval én azt gondolom, hogy nem arról szól ez, hogy a Fidesz bélyegeit ne süssék ránk, arról szól ez, hogy találjunk olyan válaszokat a magyar embereket, ha már ezt a kifejezést használtuk, tömegeiben megmozgató kérdésekre, amelyek nem ugyanazokból a toposzokból indulnak ki. Drága Hajnal, hogyan fogtok ilyen válaszokat találni, amiket eddig nem találtatok, vagy megtaláltátok, de nem tudtátok őket hatékonyan alkalmazni. Tehát hirtelen mi fog megváltozni? Vagy mitől? Szerintem hirtelen nehéz változni. Szerintem lassan fog ez változni, munkával fog ez változni, azzal fog változni, hogy sokkal jobban megpróbáljuk megérteni azt, hogy,
hogy mik a mozgatórugók. Igen, Hajnal, de azt kérdezem tőled, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy valójában a Rogáni propaganda gépezet áll szemben mindenkivel, és ez a propaganda gépezet ráadásul hatékonyan működött. Ennek a hatékonyságát, drága Hajnal, hogy lehet kijátszani? Ez részben igaz. A Rogáni propaganda gépezet nyilván folyamatosan egyre erősebb és erősebb lesz, de szerintem az önelmítés lenne, hogyha azt állítanánk, hogy csak ezen buktuk el a választást. Sokan mondják ezt. És én egyetértek azzal, hogy ez a propaganda gépezet például abban nagyon hatékony volt, hogy elbizonytalanítsa az ellenzéki szavazókat, de ezt valamennyire az ellenzék saját magára is ráhúzta. Tehát én azt gondolom, hogy voltak ebben a kampányban olyan állásfoglalások, olyan ki nem kényszerített hibák, amivel ezen tudtunk volna spórolni. Ettől még lett volna ilyen, csak szerintem kevésbé lett volna hiteles önmagában. De ha jó, csak most elméletileg beszélünk valamiről, ami korábban gyakorlati volt, és a vereséghez vezetett. Mondok egy nagyon gyakorlati példát. Tegnap beszélgettem egy fehér gyarmati származású, most már Budapesten élő emberrel, szülei fehér gyarmatiak szintén, és ő mondta, hogy hát náluk régen nagyon komoly orosz ellenesség volt, hát ott neki súlyos tapasztalataik voltak ezzel kapcsolatban, még történelmileg, generációkra visszamenőleg, és konkrétan annyira hatott rájuk már az M1 most is, amit a szülei néznek fehér gyarmaton, hogy ő is csak arról beszélt, hogy hát miért engedik Romániában állomáshozni a katonákat, meg Amerika miért akar háborút, meg az ukránok provokálnak. Tehát persze, még olyan emberek gondolkodását is megváltoztatja ez, akiről nem gondoltuk volna. Vagy én azt gondoltam volna, hogyha mondjuk a magyar társadalomban van egy erős tartás Oroszországgal szemben, akkor ez legalább annyira meghatározó kérdés lesz, mint az önmagában. De rájöttél-e bármire is a fehér gyarmati emberrel való beszélgetés kapcsán? Rájöttem-e bármire is? Igen. Hiszen ez jelenleg annak a megerősítése, amiről én beszéltem, illetve amivel kapcsolatban kérdeztelek. Szerintem részben megerősítése, részben meg egyébként arra jön rá az ember, hogy több fehér gyarmatival kell beszélgetni annak érdekében, hogy pontosan lássuk azt, hogy mekkora hátrányból indulunk, és jó, mennyi munkánk van. Figyelj! Hányszor beszélgettünk, és azért ilyenkor a múltnak van jelentősége, arról felkeresel egy és ugyanazon ember többször, mert többször föl kell keresni, és mindig van neki mit mondani, mert egyébként menet közben, amit az ellenfél vagy a versenytársa fejébe rak, avval kapcsolatosan cáfolatokat kell elhelyezni a fejében, vagy legalábbis el kell őt gondolkodtatni. Ez a folyamat nem fog abba maradni. Honnan lehet tudni, hogy az utolsó üzenet mi lesz a fejében akkor, amikor döntenie kell? Hát mitől fog nyilván a te oldaladra állni, abból adódó, tehát miért fogja felhagyni azt a pozícióját, amit a 2022-es választásokon elfoglalt? Mitől? Ugye van egy olyan következtetés is a választásokból fakadóan, hogy az ellenzéknek el kell kezdenie saját magának adott esetben olyan médiát építenie, mint amilyet amúgy a Fidesz is kiépített magának. És ez amúgy lehet erre egy lehetséges válasz, bármennyire is szerintem megint csak egy normális demokráciában nem nagyon mondaná ilyet politikus, de lehet, hogy ez lesz erre a válasz. És ez hol tart? Uh-huh. Szerintem összesen nagyjából 2-3 olyan párt van, ami maga körül bármilyen szempontból elkezdett médiát építeni, és ezek szerintem egyelőre, hát bár már vannak köztük ilyen pár éves próbálkozások, tehát itt azért szerintem nem kell bemutatni a hallgatóknak az Alfa Hírt vagy a Nyugati Fényt, de ezek nyilván önmagukban nem lesznek versenyképesek a Fidesz médiával szemben. És ez a kérdés szerintem, hogy tévében nem fogunk tudni versenyezni, rádióban nem fogunk tudni versenyezni, ezeket a területeket nagyon uralja a Fidesz, és gyakorlatilag hatóságilag uralja a Fidesz. Innentől kezdve szerintem egyetlen terület marad, leginkább a print, de ezt majd meglátjuk. Én nem vagyok média szakértő, erről zajlanak beszélgetések. Ugye arról a printről beszélsz, ami a világban visszavonul, és aminek most két napilap örülhet, az egyik a Magyar Nemzet, a másik a Népszava, de te most a Népszaváról beszélsz. Illetve
a szó potenciális értelmében a Népszava olvasóihoz szóltál? Nem a Népszava olvasóihoz szóltam, én inkább azt mondom, hogy hát az a print. Hajdúszoboszlón, amikor a Kislaci kampányát csináltuk, ez a Hajdú 5-ös választókerület, azt hiszem, és odaadtuk a Nyomtas Te is újságot ott élő embereknek helyben, akkor ők azt töviről hegyire kiolvasták. Ők arra úgy tekintettek, hogy hoztunk nekik egy újságot. És nem, és ez korosztályra való tekintet nélkül volt? Tessék? Ez korosztályra való tekintet nélkül volt? Ez most inkább egy idősebb hölgy ez a példa, de nem... A te korosztályod, elnézést, nem akarok senkit se homogenizálni, nem olvas újságot, nem néz tévét, internetet búj orba szájba. És ez tök jó, mert őket az interneten egyel könnyebben tudjuk megtalálni és megszólítani. Szóval szerintem nem az interneten vesztettük el ezt a választást, ez egészen biztosan kijelenthető, pedig ott is volt azért nyilván nagyon sok propaganda, de én azt mondom erre, hogy ezt fel kell mérni, meg kell nézni szakemberekkel, meg a pártoknak ki kell találnia, hogy milyen konstrukcióban hajlandóak ebben együttműködni. Én azt gondolom, hogy az ebből a szempontból saját nyilvánosságának a felerősítése, kiépítése az sajnos bármennyire nem. Oké, de ennek kapcsán Fehér Gyarmat volt, mi volt a másik? Ez most Hajdúszoboszló, vagy mi volt? Most Hajdúszoboszló, mondtam példaként. Igen. Ugye Donát Anna 6. A magyar vidék mindennapjaiban kell jelen lennünk. Ugye ez itt most a szavazatszámláló kapcsán jött elő, ami szerintem szintiszta a propaganda gépezeti támadás. Én ennek a jelentőségét korán sem látom olyan jelentősnek, független attól, hogy látom, és tapasztalom is, én mint Hanyag fővárosi, de azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ugye az lehetséges, hogy a szavazatszámlálók nem jártak vidéken, de maguk a jelöltek. Azok vidékiek voltak, azok nem a fővárosból importálták, vagy exportálták, nézőpont kérdése. Ők helyiek voltak, vagy legalábbis nagyon jelentős helyi ismerettel rendelkeztek. Ők nem a szavazatszámlálók miatt vesztettek. Amikor arról van szó, hogy a magyar vidék mindennapjaiban jelen kell lennünk, az most miről szól? Én azt mondom, hogy az is kevés, hogyha egy jelölt helyi. És az is kevés, hogyha helyben van jelen. És az is kevés, hogyha minden héten elmegy kopogtatni ezekbe a falvakba. Azt kell országosan nekünk, jelöltektől függetlenül, azt kell az ellenzéknek felépítenie, én azt mondom, hogy legyen egy olyan kapcsolatrendszerünk, ami kiállja az idő próbáját, és ami nem csak választásonként megyünk oda egyszer találkozni. Ehhez az kell, hogy helyben akár, hogyha óvónőről van szó, házi orvosról van szó, legyen kihez fordulni, tudjuk azt, hogy kik azok. Jó, de ez valójában azért egy reménytelen próbálkozás, mert maga a Fidesz sem tart fenn egyébként egy fantasztikusan működő vidéki hálózatot, legalábbis az én ismereteim szerint. Ez maga a közigazgatásból adódik, vagy adódik a közmunkából, adódik a polgármester hatalmából, vagy adódik a közigazgatás hálózatából, amelyet a kormány tart fönn, és amelyet azonnal azonosít a nép magával, a párttal, és miután ez az ő testükben is egyfajta érrendszer, így van jelen az ő életükben, a Fidesz hasonló módon nem tud jelen lenni a Momentum, vagy az ellenzék, mert ők nem részei az önkormányzatnak ebből a szempontból, nem ők vannak hatalmon, és a közigazgatásra ők képviselik. Az, hogy ne egy telexes iroda, vagy ne egy telefaxos iroda legyen, mint amiről korábban beszéltek, hogy az-e a megoldás a kisfalvakban, azt feltételezem, hogy ez egy naív elképzelés, vagy én ezt rosszul látom? Én azért vitatkoznék ezzel, mert a 2010-es Fidesz győzelmet azt nagyon nagy mértékben a 2006-os Fidesz győzelem alapozta meg az önkormányzatokban. Tehát ők akkor 2006 őszén nagyon sok helyen nyertek vidéken, és nyilván azóta megvan ez a beágyazás. Jó, de hát az maga az önkormányzat, tehát azért mondom, abszolút, hogy ez részben maga az önkormányzat, de részben az is kell, hogy legyen, hogy legyenek ott olyan önkormányzati képviselők, akik folyamatosan aztán ápolják ezeket a kapcsolatokat. Nyilván, hogyha... Jó, de egy ellenzéki képviselő más tud adni, mint egy kormánypárti, és akkor eljutunk ugyanoda, mint a parlamentnél. Hát igen, és éppen ezért lenne fontos, hogy 24-ben minél jobban beágyazódjon az ellenzék
sokkal mélyebben. Mint nem az a beágyazódás a lényeges, vagy az, hogy mit tud tenni, vagy mit tudott tenni az elmúlt négy évben, és e tekintetben a nép azt látja, hogy az egyik tudott adni, mert hogy a módjában állt, a másik meg csak ígérni tudott, ami nem ugyanaz. Szerintem ez nem állja meg feltétlenül így a helyét, mert voltak olyan képviselőink, akkor most nem egy kelet-magyarországi példát mondok, hanem mondjuk Szeged, ahol Szeged zöld tanácsnokát indítottuk, Mihálik Edvint, és ő rengeteg mindent tett Szegeden és Szeged környékén, és mégsem volt ez elég. Tehát én azt gondolom, hogy tehát ezeket mind rendbe kell rakni, és ha ezek együttesen összeállnak, akkor van esélyünk a Fidesszel szemben. De olyan jelöltjeink is, akik abszolút tudtak eredményeket felmutatni, és nem arról volt szó, hogy ne lett volna meg a hatáskörük, azok az emberek is kikaptak ezeken a választáson. Szóval ezeket együttesen kell megoldanunk, ezeket a problémákat. Hogy alakul a rend a te fejedben? A rend? Mm. Hát itt a kerületben látom sokkal jobban, mm-hmm. hogy mi lesz, hogy lesz. Tehát itt én nap mint nap kapok megkereséseket, meg már most látom azt, hogy itt megint csak az én hatásköröm valószínűleg korlátozott lesz, hiszen nem mi vagyunk kormányon, de nap mint nap fordulnak hozzám, legutóbb azzal például, hogy tegnap a Királyhágó téren az építkezésről esett be egy építőanyag és egy létra az egyik Hollósi Simon utcai háznak a kertjébe. Tehát én azt gondolom, hogy itt helyben sokkal jobban alakul az, hogy mik az én feladataim, mi mindennel kell foglalkoznom, és ez abszolút magától gyakorlatilag jön. Országosan én még mindig bizonytalan vagyok, és szerintem ez még el is fog tartani, akár hónapokig is. Szerintem az ellenzéknek még bőven önvizsgálatot kell gyakorolni. Ez nem köldöknézegetés, azt hiszem valaki használta ezt a szót, hanem egyszerűen, ha meg akarjuk fejteni azt, hogy hogyan lehet ezt akár 2, akár 4, akár 6, akár 8 év múlva sokkal jobban csinálni, akkor ezt a munkát most el kell végezni. Jó, én figyelek. 10 perc múlva felhívom Füriyes Balázst, aki ma rendelkezésre fog állni. Rendben. Köszönöm szépen. Szia! Köszönöm szépen, szia!